Hamarosan elérkezik minden gyermek kedvenc időszaka, a nyári szünet. A visegrádi Ápril Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zenei tanszakát zárták le június 8-án. Klaus Adrián intézményegység vezető elmondta, a visegrádi zenei iskola bővelkedett eseményekben a 2022-23-as tanévben. Személyemben új intézményvezető lépett a művészeti iskola érére, megbízatásom hivatalosan 2022. augusztus 16-án lépett életbe. Az idei tanévben a növendék hangversenyeink mellett kiemelkedett októberben a Zenevilágnapja alkalmából rendezett tanári hangversenyünk, a novemberben megtartott fuvola gitárszakmai napunk, hangszerbemutatónk és koncertünk, a karácsonyi hangversenyünk decemberben és a záró tavaszi hangversenyünk májusban. Az intézményegység vezető elmondta, az idei tanévben nagy hangsúlyt fektettek a külső-belső megújulásra. Új kollégák érkezésével az iskola kivételes szakmai útra lépett, hiszen a klarinét szakszofon tanszakot is újra tudták indítani. Hozzátette, a növendékek jelentős része nem zenésznek készül, ezért a céljuk az, hogy tovább tudják majd adni a zenetanulás örömét, és képesek legyenek egy amatőr együttes tagjaként helytállni. Fontos számunkra a tehetséggondozás, az aktívabb részvétel a különböző versenyeken, találkozókon, régión belül és azon kívül is. Intézményünkben hangsúlyos szerepet kapott a német nemzetiség hagyományainak ápolása, a helyi identitás megőrzése és terjesztése. A zeneiskola életében meghatározó, hogy már a kezdő növendékekből is létre tudott jönni egy fúvós együttes, ami reményeink szerint a jövőben nem csak iskolánk, hanem Visegrád város életében is fontos szereppel bír majd. Klaus Adrián beszámolt arról is, hogy milyen programokon vettek részt a növendékek. Többek között Tahitótfaluban és Nagymaroson kamarazenei találkozón, német nemzetiségi versenyen, a visegrádi iskola által szervezett ifjú művészek furúja találkozóján, májusban először Dunavarsányban a kamarazenei versenyen és egy online felületen szervezett kreatív megmérettetésen is. Örömmel jelentem be a tegnap kapott jó hírt. Zeneiskolánk pozitív elbírálásban részesült a létszámemelésre vonatkozóan. Szeptembertől a visegrádi zeneiskola maximálisan felvehető tanuló létszáma 70 főről 90 főre emelkedhet. A jövő tanévre jelentkezők száma pedig már most 81 fő. Iskolánk számos új feladattal, kihívással nézett szembe, de úgy érzem, hogy sikeresen helytáltunk. Ezt követően Matusz Gergely fuvola művész, zeneszerző, az iskola tanárának visegrádi kompetenciák, variációk kompetenciákra című művét hallhatta a közönség a zeneiskola tanárainak előadásában. A darab keletkezéséről, valamint a címadásról Matusz Gergely osztotta meg gondolatait. Eljön az életnek egy olyan szakasza, amikor nem csak játékról szól eszközkezelésünk, hangszerkezelésünk, hanem bizonyos keretek közé kerül, amit sok helyről határoznak meg, és ennek a rendjét, rendszerét bizonyos vezényszavak formájában, amiket nekünk egyfolytában tanulni és magolni kell, közreadják mindenféle dokumentumokba, amiket hát élethogytiglan tanulmányozni fogunk. Ennek az összefoglalását bocsátjuk most önök elé. Akkor most legyen két címe, visegrádi kompetenciák vagy variációk kompetenciákra, válasszanak kedvükre. Klaus Adrián elmondta, hogy az idei tanévtől bevezetik a tanszak legjobb növendéke díját, melynek nem titkolt célja az, hogy minden tanszak a jutalomban részesítik azokat a növendékeket, akik kitartó szorgalommal, kiemelten és szépen dolgoztak a tanév során.
díjazták azokat a gyermekeket is, akik zenei versenyeken vettek részt, kiemelkedő eredménnyel, valamint azokat is, akik a legtöbb évközi hangversenyen megjelentek. A jutalmakat az Áprili Iskoláért Alapítvány és a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökei adták át, Molnár Zsóka és Sejliné Kékesi Herendi Ida. Egy zenetanárt is oklevélben részesített Klaus Adrián az ebben az évben végzett munkájáért. Lev Tolstoj szerint, ha egyszer a pedagógus szereti a munkáját, akkor jó pedagógus lesz. Ha szereti tanulóit úgy, mint apja és anyja, akkor jobb pedagógus lesz annál, aki minden könyvet elolvasott, de nem szereti sem a munkáját, sem a tanítványait. Ha pedig egyesíti önmagában munkájának és tanítványainak szeretetét, akkor tökéletes pedagógus. A Váci Tankerületi Központ oklevelét a 2022-23-as tanévben a jövő nemzedékiért végzett áldozatos munkájáért Pintér Orsolya, Fuvola és Furuja tanár kapta. A zeneiskolai évzáró rendezvényt követően a növendékeknek kiosztották bizonyítványaikat, és elhangzott a bűvös mondat. A zeneiskola 2022-2023-as tanévét ezennel lezárom.